A közelmúltban egy felmérést készített a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara a duális képzőpartnerei körében. A szervezet azt is vizsgálta, hogy aktuálisan mennyi élő szakképzési munkaszerződés van, és természetesen azt is, hogy mely ágazatokban és milyen szakmákban, mondta Hornok Jenő, duális képzési tanácsadó. Egyúttal nyilván az is meghatározódott ezzel egyidejűleg, és látjuk, és az folyamatosan hogy a duális képzőpartnerek száma folyamatosan bővül. Ugye itt már egy számadatot mondanék. Jelenleg 208 darab duális képzőpartnerünk van, akik bekapcsolódtak ugye az új szakképzési rendszerbe, és ugye az új szakmákat oktatják. Ez a szám azonban folyamatosan bővül, és azt látom, és illetve azt látjuk, hogy, hogy Nagyjából az idei év végére mindenféleképpen el fogjuk érni, sőt meg fogjuk haladni azt a azt a számot, vagy azt az értéket, ami a tanulószerződéses szerződése a gyakorlati képzőhelyeket jelentette. Tehát egy nagyságrendileg ezen 250 fölötti gazdálkodót fog majd jelenteni, és ez nyilván azért jó, és azért is folytatunk ilyen széleskörű munkát, hogy ezt a kört ezt folyamatosan bővítsük, hiszen iskolai, tehát intézményi oldalról is érkezik ilyen megkeresés, illetve hát a tanulók vagy a képzésben résztvevők oldaláról is, hogy minél szélesebb körben tudjanak duális képzőt választani. Ezzel párhuzamosan a szakképzési törvény értelmében a potenciális képzőpartnereket is nyilvántartásba kell vennie a kamarának. És egy érdekes számadatot mondnék, hogy Idáig, tehát napjainkig 307 darab ilyen nyilvántartásba vételi eljárást folytattunk le. Ez 2021. áprilisától indul, és hát van egy olyan kötelezettségünk, ami azt jelenti, hogy a korábban gyakorlati képzéssel foglalkozó gazdálkodókat augusztus 31-ig már aki kívánja folytatni ezen tevékenységét az új rendszerben, az a tartásban vagyok, és hát ebben jól állunk gyakorlatilag, ez, az a folyamat befejeződött. Üdvözítő, hogy, hogy, folyamatosan vannak új belépők, és ennek kapcsán mondtam azt, hogy, hogy a korábbi adatbázist, vagy korábbi szintet mindenféleképpen el fogjuk érni, sőt, meghaladjuk azt. Jelenleg az aktuális adatok alapján 134 olyan gazdálkodó cégünk van, aki oly módon kapcsolódott be a duális képzésbe, hogy most jelenleg is van nála szakképzési munkaszerződéssel tanuló. 74 olyan gazdálkodó van, akit korábban nyilvántartásba vettünk, de még jelenleg nincs ott. Ugye most szeptember 1-ével új tanév indul, úgyhogy ez a szám bővülni fog. A jelenlegi adatok szerint eddig 703 tanuló kötött szakképzési munkaszerződést. Ez a szám azonban nem teljes, ugyanis ebben nem szerepelnek azok a vállalkozások, amelyek a saját dolgozóikat képzik tovább, szintén a duális rendszerben. Ezen szakképzési munkaszerződések ből, hát olyan 300-as nagyságrendű, ami felnőttképzési jogviszonyhoz kapcsolódik, és ebből nagyjából 160 az a szakképzési munkaszerződés szám, ami saját dolgozóra irányul. Ez a felnőtt képzési jogviszonynak a 60 a hogyha számoljuk, ez, ez a, ez a százalék ez, ez, biztosan emelkedni fog, hiszen egyre több gazdálkodó látja az ebben rejlő lehetőségeket. Ugyanis mind szakmai, mind pedig anyagi előnyökkel számolhatnak a cégek. Szakmailag nyilván ott van a dolgozó, egyébként is bejár dolgozni, egy új szakmát elsajátítva, akkor már ugye a meglévő állományi létszámot jobban tudja mozgatni ugye a vezetőség. Egyrészt. Tehát egy ilyen humán erőforrás fejlesztés. Másrészt ugye a szakképzési törvény és ennek a ehhez kapcsolódó finanszírozási háttér komoly anyagi támogatás jelent, adókedvezmény formájában. Illetőleg azzal, hogy a, a szakképzési munkaszerződéshez kapcsolódó munkabér, mert ugye most már nem pénzbeli juttatásról beszélünk, mint a tanulószerződések vonatkozásában, hanem egy munkabérről beszélünk. Az ehhez kapcsoló, munkabérhez kapcsolódó van, eszi a mentességet élvez. Tehát a dolgozó is jól jár, szockot nem kell fizetni arra a részre, tehát a munkáltató is jól jár, gyakorlatilag jelentősen csökkenthetők a személy jellegű ráfordítások. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara már több tájékoztató fórumot is szervezett a vállalkozóknak. Ezek során számos kérdés szokott felmerülni. Nagyjából az, hogy mit kell fizetni, mit kell biztosítani. Most ebből ugye szakmánként az, hogy mit kell biztosítani, az eltérő lehet alapvetően összességében, egy általánosságban ugye azt kell mondanom, hogy egyrészt ugye a szakma elsajátításához kapcsolódó eszközök, technikai háttér biztosítása mindenképpen szükséges, megfelelő oktató rendelkezésre állása szintúgy, tehát aki majd ugye megismerteti a szakmát, a fortélyokat a, a tanulóval vagy a képzésben résztvevővel, és hát nyilván ugye a szakképzési munkaszerződés keretei meg meghatározzák a finanszírozási részt is. Mind a mellett, hogy a cégek felkereshetik kérdéseikkel az iparkamara tanácsadóit, más lehetőségük is van a tájékozódásra. Ezek ilyen tájékoztató jellegű füzetek, Valamelyik saját szerkesztésű, valamelyik központi, a magyar kereskedelmi és iparkamara gondozásába készült kiadványok, ezekben gyakorlatilag az elérhető szakmákról leírás, ágazati bontásban, tehát, hogy ez egyébként a általános iskolásoknak is szóló kiadvány is lehet. Kettő viszont kifejezetten a duális gazdálkodóknak, vagy duális képzőknek, képzőpartnereknek szól, amiben az említett kötelezettségek, vagy, vagy hát elvárások kerülnek kifejtésre, és lényeget rően ismertetik az új képzési rendszernek a hátterét.